A magyar méz mintegy 75%-át exportálják, de jelenleg a hazai méhészek és az általuk előállított termékek nem élveznek megfelelő jogszabályi védelmet az európai piacon. Az előterjesztés egyik legfontosabb célkitűzése a mézhamisítás elleni határozott fellépés. A 40%-a az európai mézpiacnak az kívülről származik, az Európai Unión kívülről. Nagyon nem mindegy az, hogy milyen minőségű az a méz, ami az Európai Unión kívülről érkezik. Bizonyított tényadat, hogy az Európai Unión kívülről származó méznek a 20%-a hamisított méz. Ezek többsége Kínából érkezik, ahol már méhek is alig vannak, és így mesterséges úton kell az ottani gyümölcsfák beporzását elvégezni. A mézjelentés alapján a jövőben tiltanák a gyantaszűréssel előállított mézek kereskedelmi forgalmát, ugyanis ez az eljárás biztosítja, hogy a termékekbe kerülő ártalmas anyagokat ne lehessen kimutatni. Vénémet Zsolt államtitkár a méhek védelmére és az ökoszisztéma szolgáltatásokra hívta fel a figyelmet. A beporzás az elengedhetetlen, nem csak az élelmiszer előállításnál, hiszen élelmiszer növényeink több mint 75%-a az kapcsolódik a beporzáshoz, hanem ennek révén akár a kozmetikumok előállításához is szükségesek a méhek, vagy éppen a gyógyszerek, a gyógynövények révén, de a szálas anyagok, len, vászon előállításához szintén szükségesek a méhek. Az államtitkár hozzátette, a magyar kormány külön alapot hozott létre a hazai méhészek támogatására. Az új uniós szabályozások révén megnövekedhet a termelők anyagi támogatása. A mézjelentést február 28-án vitatják meg az unió szakemberei, majd a szükséges új szabályozásokról március 1-én szavaznak az Európa Parlamentben.